A következő számunk egy másik fontos emberről fog szólni, számunkra főleg, Csányi Mátyásról. Csányi Mátyás sajnos olyan 15 év ezelőtt itt hagyott minket, és magával rántotta a csávási zene egy jó nagy szeretét. Csányi Mátyás, ő bőgős volt, de nem csupán bőgős. Ő a csávási zenekar fontos része volt, annyira, hogy ismerte a zenei világot, a csávási emberek gondolkozását, a cigány embereket. Emiatt a bőgőben természetesen megszólaltatta az, ami a legfontosabb kellett akkor legyen. Halálával egy fontos tégla esett ki. Sajnos nem csak egy tégláról van szó, mert ha egy házból ki akarunk ütni egy téglát, akkor a többi is sérül, és ő ráadásul az alap környékén volt. Emiatt a csávási zene már soha nem lett olyan, mint az előtt. Próbálták innen-onnan támogatni ezt a házat, de azért nem olyan, mintha jó ott lenne. Ráemlékezünk a következő számunkkal, a kedvenc verbunkjával, cigánykeservessel, gyorsádással és halotti marssal, azzal a halotti marssal, amivel az utolsó útján kísérték őt el, és amit tőle nagyon sokszor hallottunk. Thank you.
Hey, then.